Fóki Veronika énekes színész. Kiváló hangi adottságainak köszönhetően kapta meg a Chicago egyik főszerepét, Roxyt. A lány címlapsztár szeretne lenni. Nagyon nagy kihívás mindenképp, bár én egyébként 2008-ban ezt a szerepet már eljátszottam, akkor elég fiatalon Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színházban, de így, hogy közte eltelt ennyi év, így még inkább kihívás, hiszen én is teljesen más lettem, egy teljesen más nő, és mivel a szerep eléggé színesen használja a női mindenféle eszközöket, tehát az Roxy mindent bevet, amit csak lehet a siker érdekében, illetve hát a mai világra jellemző sztár akarok lenni, ő neki ez a fix a ideája, hogy ő az újságokban akar szerepelni, és ő sztár akar lenni, és ezért mindent elkövet. És egy kicsit talán ez aktualizálja is egy picit a darabot, bár azt gondolom, hogy nincs is talán szüksége rá, mert hogy teljesen önmagában a 20-as évekbeli világában is abszolút szórakoztató és megél, de egy picit ez az áthallás talán még izgalmasabbá teszi, és igen, hangilag is nagyon izgalmas, ugye ez egy abszolút jazzes világ, egy kicsit ez a füllett erotikus hangszerelésben is, játékban is, táncban is, zenében is, úgyhogy egy nagyon izgalmas, nagyon nőies darab. Velma Chicago legragyogóbb csillaga, Roxy rá szeretne hasonlítani. Stubendek Katalin többféle kihívásokkal állt szembe, amikor megkapta a szerepet. Mondhatom, hogy több mint 10 évvel ezelőtt volt nekem egy hasonló nehéz táncos szerepe, sőt, az nem is volt ennyire nehéz, tehát ahol ilyen sok koreográfiát kellett megtanulnom, mint ebben a darabban, a Chicagóban. Plusz ráadásként ugye a Pécsi Balettel együtt kell most táncolnom, úgyhogy igyekeztem megfelelni és nem kilógni a sorból, tehát amikor a 6 balettos gyönyörű lány ott táncol, és még én is ott vagyok közöttük, tehát akkor, tehát ebből a szempontból ez nekem nagyon nagy kihívás volt. Énekileg is egy picit más hangfaj vagyok, mint a Velmára kiírt szereplők, tehát azt is egy picit át kellett alakítanom, de amúgy én ezt nagyon élveztem. Nagyon élveztem ezt a munkát. Laklót Aladár idén szerződött a Pécsi Nemzeti Színházhoz. Zenés, táncos és prózai színész is egyben. Billit a korrupt ügyvédet alakítja. Vajon mennyire sikerül belebújni Billy személyiségébe? Ha magát a szerepet nézem, akkor a figurát, a Billy Flint, akkor semennyire, semmi közöm nincs Billy Flinthez, mint sztárügyvédhez, mint egy eléggé pénzélyes, eléggé korumpálható ügyvédhez. De mint színész az a dolgom, hogy belebújjak a szerepbe, és megpróbáljam a lehető legkönnyebben magamra alkalmazni. Ilyenkor keresjük azokat a pontokat, amikkel mondjuk azonosulni tudunk, vagy esetleg hasonlít ránk, és akkor ez úgy könnyebb ezeket a pontokat, ha megtaláljuk. Kiindulunk abból, hogy ugye énekelni kell, táncolni kell, azért mégiscsak elhangzanak olyan mondatok, amik szerethetőek, amik szimpatikusak, ezekbe bele lehet kapaszkodni. És aztán a végén kikerekedik egy szerep, ami hát vagy tetszik a nézőnek, vagy nem. Epizód szerepet játszik a Chicagóban Vermes Tímea, akinek nem jelent problémát operában vagy műzikelben kimagasló teljesítményt nyújtani. A tavalyi évadban a Bohém Életben alakított főszerepet, idén egy epizód szerepet alakít, Mary Sunshine-t a Broadway műzikelben. Mindenevő vagyok, de a hangi adottságaim azok nyilván behatárolnak, tehát én nem vagyok egy torokhangból éneklő műzikel énekes, de mindig, amit kaptam feladatot műzikelekben, azt mindig rám írták a szerzők, vagy pedig olyan volt, amit rám lehetett húzni. Itt most arról volt szó, hogy az, és azért nagyon, nagyon jó, hogy Zoli nekem ebben sokat segített, hogy rám kell formálni ezt a szerepet. Nekem ez nem kihívás, azt mondom, hogy hangilag nem kihívás, ugyanakkor nagyon nagy kihívás figurálisan, valamint vannak benne prózai részek, amikben hát én nem annyira vagyok, ott nem mozgom annyira otthonosan, hiszen én nem vagyok prózista. Úgyhogy nekem inkább az a feladat volt nehéz, hogy azzal megbirkózzam, és ebben Slaven nagyon sokat segített nekem, és hogy magabiztosan álljak ki mondjuk egy hosszabb próza kapcsán is a közönség elé. Morton mama kiváló kapcsolatokkal rendelkezik, ő is a börtönben találkozik Roxyval, a lány álmai megvalósulásához pedig reményt ad. Szulák Andrea formálja meg a karaktert. Egyszer már elment mellettem ez a szerep, Győrben voltam éppen színésznő, amikor várandós lettem a kislányommal, és akkor pont a győri igazgató úr, Kocsmáros György
rámosztotta, és nagyon akkor kellett neki bevallanom, hogy ezt én már nem fogom tudni eljátszani, mert hogy más programom van. Úgyhogy egy kicsit azt hittem, hogy elmegy mellettem ez a szerep, de nagyon örültem neki, hogy nem. Egyébként a Morton Mama dalát a Musical is című CD-men már feldolgoztam egy jó pár évvel ezelőtt. Szerencsére az itteni társulatban is vannak nagyon kedves ismerőseim. Stubendek Kati akkor jött el Győrből, amikor én oda kerültem, de még egy pillanatra találkoztunk, és nagyon szeretem őt, és nagyon sokra tartom. Lakló Taladárral együtt szerepeltünk a Dr. Balaton című tévésorozatban, partnerek voltunk. Hát Foki Vera pedig a Madács Színház egyik égköve, ha így fogalmazhatok, és őt is nagyon ismerem, szeretem. Illetve a karmesterünk, aki meg a mi gyöngyszemünk, Bókai Zoli, ővele meg az Operett Színházban dolgoztam már együtt, az Elfújt a cél című musicalnek ő volt a karmestere, tehát voltak már kapaszkodási pontjai. Minden idők legsikeresebb Broadway musicaljét Vidákovics Szláven rendezte. Lipics Zsolt igazgatónak régi vágya volt, hogy legyen Chicago Pécsen. Tőle kapta a megbízást. Megcsináljunk egy olyan nagyszobású musicalt, ami Pécsen volt, ha jól emlékszem, a 70-es években, de azóta Pécsen nem volt, és amikor én megkaptam a szövegkönyvet és elolvastam, akkor rájöttem, hogy ebből lehet tényleg egy fantasztikus jó előadást talán létrehozni, és Vince Balázs barátommal, aki a koreográfiát csinálta, én úgy érzem, hogy sikerült egy olyan show műsort, egy olyan show előadást létrehoznunk itt Pécsen, amit talán már régen nem látott a pécsi közönség.